Üdv mindenkinek, sziasztok, Csabinyó vagyok, srácok, ismét tuningolós videó következik, mert már nagyon régen nem volt, és többen is kértétek egyébként, ami nagyon meglepő nekem, mert nem tudom, mitől szeretitek ennyire ezeket a videókat, de hát akkor legyen, srácok, most egy nagyon drága kocsit fogok megvenni, méghozzá nem mást, mint egy Pegassi Tesseract nevezetű autót, és ezt az autót egyébként többen is ajánlottátok, mondván, hogy jelenleg ez a leggyorsabb kocsi, ugye volt már egyszer egy ilyen leggyorsabb kocsi tuning videóm, köszönöm szépen, hogy most hívsz. Nem érek rá. Szóval, a lényeg az, hogy volt már nekem egy ilyen leggyorsabb kocsi videóm, ilyen tuning videóm, de úgy látszik, hogy most már az sem olyan gyors, hanem ez lesz a leggyorsabb. Nem tudom, mennyire igaz, úgyis ki fogjuk tapasztalni, de először megveszük és feltuningolom. Hát először is kell nekem ugyebár a Travel and Transport, és a Legendary Motorsportsban van, ennyit tudok. És itt is van. Pegassi Tesseract, várjunk. Ja nem, ez most a legolcsóbb. És ez pedig, akkor ez a legdrágább, srácok. Hú, gyerekek, annak idején megvettem ezt az X80 Protót, erről is ugye van videóm, ha nem láttátok, mindenképpen nézzétek meg. Ez az autó nekem annyira nem vált be a kanyarodása miatt, el is akartam adni, de aztán ugye kaptam egy bant, ugye egy hónapos bant, és minden akont, az akontról mindent töröltek, ugye ez a kocsi is oda lett, úgyhogy végül is nem tudtam eladni, viszont ez még drágább, mint az előző. Viszont srácok, baromi jól néz ki, ez nagyon, nagyon futurisztikus. Na jó van, milyen színű legyen kezdetben? Legyen piros, hát ugye alapból ugye ilyen pirosan. Legyen kék, egyébként legyen kék. Szóld, eladva, ott van. Oké, srácok, akkor most csak annyi a dolgom, hogy elmegyek az office garázsba. Hol a kocsim, itt a kocsim. És akkor ezzel megyünk a jó kis DeLoreannel. Szépen hátra jövök egyenlőre. Jó, egy picit most megkarcoltam, de se baj. Na jól van. És akkor go el a garázsba, srácok. Ami ott van az irodámnál, a belvárosban. Így van, az a fehér toronyház a térképen. A bal lenti térképen. És ott lesz benne a kocsim. Oké, hát meg is érkeztem. Erre lefele. Így van, és itt lesz a garázsom, ugyebár. Oké. És akkor ugye szépen be. Na és akkor nézzük, hogy hova tette. Gondolom a felsőbb szinten lesz. Igen, ugye ezek a kocsik, ezek már korábbi autók. És akkor szerintem a felsőbb szinten lesz valóban. Ugye meglátjuk, hogy itt van az autó. Ott is van. Ez a kék szín. Srácok, ez barom jó, ez a kék szín. Másféle kékre számítottam. Igen, ugye ezt a kocsit vettem meg legutóbb. Meg tuningoltam fel ezt a kis tunyingladát. Na de itt van, srácok, az új kocsi. Aha! Hát eddig nekem így külsőre nagyon tetszik, sokkal jobb egyébként, mint a képeken, amit a telefonban ugye lehetett megnézni. Hát a belső teret sajnos csak ennyire lehet megnézni, ugye lefele-fölfele nem tudok jobban nézni. Na de mindegy! Menjünk ki a garázsból, és akkor nézzük meg, hogy alapból ez a kocsi mit tud. Viszont akkor én már most kijelölök egy ilyen szervizműhelyt, mondjuk ott azt. Wow! Gyerekek, ez jó gyorsul és nagyon halk. Wow! Srácok! Azt hiszem, hogy ez versenyzésre termett autó. Ez tökéletesen versenyzésre termett. Ez baromi gyorsan megy. Oh my god! Oké. Fék. Na gyerekek, ezzel... Jó, ma mindegy, nem baj. Úgyis szerelő műhelybe viszem. De srácok, ezzel versenyezni, ezzel valami baromi jó lesz. Oh my god, ez sokkal gyorsabb, mint hittem. Jó, mondjuk ilyen autót nem vezettem még egyáltalán, tehát még haveroktól se kértem ilyen kocsit, hogy próbáljam ki. Szóval ez most nekem teljesen egy vadonatúj autó. Na de az első benyomás baromi jó, srácok, hogy fog ez menni turbóval? Na nézzük. Hát igen, $200 a javítás, mert ugye az előbb kicsit széttörtem. Teszünk rá armort, mert nem lassítja. Szerencsére van pénzem. Hát a fék ugye versenyfék, ezeken már mindig végigmegyek, tudjátok, nagyon jó ti is. Na nézzük a bumpers-t. Hát azt nézem, hogy ebben olyan nagy különbségek nincsenek igazából. Mondjuk ezek a csíkok, vagy mik ezek a terelő szárnyak, hát azért az túlzás. De ezek nem rosszak. Hát ez a fekete nem rossz. Ez a kék semmiképpen. Na akkor van még ez. Meg van még ilyen vékonyabb. Még mindig ez a legjobb, srácok.
ez a kis bajuszka itt az oldalán. Meghagyjuk ezt a bajuszkát, vagy nem kell neki bajuszka? Nem, nekem ez tetszik. Nekem ez tetszik. Sport. Jó, oké, ezt megvettem. Na nézzük akkor a hátsókat. Igen, az étben nagyobb a változás. Aha, itt nem rossz ez, hogy kék. Ez ugye az alap. Bár mondjuk ez a karbon nem rossz. Ez a karbon textúra nagyon adja neki. De a kettő között mi a különbség? Na akkor vegyük meg ezt. Igazából szerintem nem most nem szoroz olyan nagyon. Oké, na nézzük ezt. Ez a belső, ez a... Aha, hogy mennyi látszódjon a dugattyúkból, vagy mi lesz ez pontosan? Na még ha értenek a kocsikhoz. Nem tudom, ez valahogy nem bánom, hogyha nem látszik. Nekem ez így valahogy jobban tetszik. Nem tudom miért, de jobban tetszik. Jó. Oké. Engine. Ó, srácok, le van véve a motornak az ára? Aha, 100%-e van mellette. Szóval most olcsóbb, mint egyébként lenne. Hát akkor nyilván, hogy a 4-es szintűt veszük meg. Ez ugye nem kell bele. Horn. Kürtök. Na, ebben milyen kürt illene? Jó, ez marad. Ez marad. Jó drága, de nem gond. Akkor fényszórók. Ja igen, ugye megint a neon kit, ami akkor fog elválni, hogy milyen lesz, amikor meg lesz az autó végleges színe, de egyébként lehet, hogy meghagyom én ezt a kéket, vagy nem pont ezt a kéket, de valamilyen kéket. Viszont lehet rá tenni ilyen matricákat. Ó, gyerekek, ez nagyon jól néz ki így. Wow. És ez a kékhez még passzolna is ez. Ez tetszik, gyerekek, ez nagyon jól néz ki. Igen. Zászló. Igen, ez olasz zászló. Igen. De hogyha így nézem, akkor magyar. Igen. Jó. Várjunk. Állítok én a színem. Akkor respray. Meglátjuk. Mindenképpen legyen metal. Francokat. Dehogy metal. Metallic. Igen. Van a fekete. Van a karbon. Fekete. Jaj, gyerekek. Hát ezzel nagyon jól néz ki, ezzel a szürkével. Ez nekem nagyon tetszik. Grafit. Gyerekek, ez nagyon ott van, nagyon szép, de még ez a szürke is nagyon ott van. Fú. Aha. Grace Red. Hát, ez ilyen pasztel színeket annyira nem kedvelem, megmondom őszintén. Ez se rossz. Hát rózsaszín, gyerekek. Egy ilyen kocsinak, főleg ez. Jesus. Na ez a sárga. Gyerekek, ez nagyon állat. Ez nagyon jól néz ki. Az arany, meg a bronz se rossz. Ez a lila se rossz. Már mondjuk ez a fajta kocsi, az talán az a lila nem annyira passzol. Igen, lime green. Ugye az ugratókat meg kéne még csinálni az online-ban is. Mert ugye már meg volt csinálva a single player-ben, de online-ban még nem. Pedig ez nagyon szép szín, de hát mindegy. Jó, szerintem srácok, én maradok a grafitnál, vagy pedig valamelyik másik szürkénél. Ez. Vagy ez, nem tudom, vagy ez. Legyen ilyen szürke. Már csak azért is, mert ilyen szürke autóm nekem nem volt még, és ez a fajta kocsi az passzol. Úgyhogy akkor Dark Steel megvéve. Jó, most jön a secondary color, ugye az is metallic kell, hogy legyen. Ja, ez a belső tér, illetve a fenlik, vagy a fenlik mögötti rész. Ez a bright green. Jó, el viszont valami olyan kell, ami... Úha! Gyerekek! Gyönyörű! Nagyon szép a dizájnja ennek a kocsinak. Nagyon tetszik! Viszont várjunk, nézzük meg a vöröseket! Ez nagyon szép, ez a formula vörös. Ez nagyon passzol ez a szürke színhez egyébként. Picikét nekem olyan McLaren-es. Így, mármint a Formula 1 McLaren színeire emlékeztet, legalábbis a régi. Most nem tudom, hogy most hogy néz ki a Formula 1-ban, tehát a Formula 1-ben a McLaren színezése, de ugye régen ez volt a jellemző, a szürke, fehér, fekete és vörös. Igen, tehát akkor vagy ez. Túl sok különbség nincs. Hát igen, ugye ez is jól néz neki, ez baromi jól néz neki egyébként. De én maradok, srácok, maradok én a ennél. Oké. Jó, ezt megvettem. Na most kérdés, hogy a matricázás trim color? Várjunk. Jó, ez a belső. Aha, persze. Na, white. Nekem white kéne. White, ez white red. Nem. Ez.
maradjon szép fehér, ez passzol hozzá. Clan embléma az ugye nem kell, és akkor most menjünk vissza a matricákhoz, és nézzük meg, hogy a matricák azok mennyire... Na igen. Igen, igen. Ugye most az alapszín ilyen szürke, így... Hát, ez a kék illik hozzá, viszont akkor így meg ez a színezés, ez a piros nem annyira. Legalábbis szerintem nem. Viszont ez így baromi... gyerekek. Ez így baromi jó. És így még ez a piros belső rész is, ez itt. Ez is jól néz ki. Az nézzük meg, hogy mik vannak még. Hát, ez se rossz. Gyerekek, annyira nehéz a döntés egyébként ilyenkor, mert mindegyikkel jól néz ki. Meg akarom tartani ezt a szürkés, pirosas dizájnt, viszont akkor ez meg csak ez passzol igazán. Ami még jól is néz ki hozzá. Na jó van, akkor... Igen, és akkor most már jöhetek a... Nyilván Xenon, ez teljesen természetes, ez minden kocsidnál így van. És akkor a kiszerelés az legyen mindenhol. Természetesen. A színe pedig szintén lesz akkor vörös. A gyerekek, ez nagyon szép kocsi lesz. Nagyon szép kocsi lesz. Ez már most nagyon tetszik. A rendszámtábla... Szerintem ez a fekete. Maradjunk meg ennél a fekete dolognál, és akkor várjunk. Spoiler. Spoilerek. Na srácok, lehet látni ilyen spoilereket. Hogy is tartsam, hogy jól látszódjon. Aha. Aha. Huha. Huha. De futurisztikus lett. Hát, na erre viszont nem akarok ilyet tenni. Viszont ez tetszik. Ez nagyon tetszik. Jó. Megvéve. Kerekek. Hú, a kerekek. Na ez szép lesz. Legyen sport. Chrome. Á, nem. Hát elveszik az a szép. Nem szabad, nem szabad, srácok. Ennek muszáj, piros legyen. Várjunk. Stock. Ez se jó. Hát menjünk a tunelre. Á, nem. Ennek pont ez a lényege, hogy ott piros. Jó, srácok. Most először van az, hogy meg fogom hagyni ezeket az alapkerekeket. Mindig lecseréltem az összes autómnál, járműmnél. Jó, meghagyjuk, kész, meghagyjuk. Nem szarakodok vele. A wheel color-t nézzük meg. Ja igen, ezt most nem lehet alakítani. Mert kellene hozzá a custom kerék, szóval ezt a gyárit ezt nem lehet sajnos színezni. Úgyhogy ez marad így. Tire design. Ezt szerintem ez se lehet. Igen. Igen, hát sajnos... Golyálló kerék, azért azt megveszem. Viszont a füstöt lehet, úgyhogy az is legyen vörös. Úgy. Király. Jó. Ablakok. Fekete? Legyen korom fekete? Nagyon adja, nagyon jól néz ki. Igaz, hogy így viszont a belső része nem fog látszódni. Hogy ott szép fehér. Sőt, ez se látszódik itt hátul, ez a piros. Úgyhogy ezt én most így fogom hagyni, mert ez viszont ez passzol. Most azt nézem, hogy ehhez nincsen izé? Turbó? Elkerült-e volna a figyelmem a turbó, vagy ez tényleg nem volt turbó? Tehát magyarán szólva, akkor ezt nem lehet... Nem lehet még jobban feljebb húzni? Hát de nem á. Srácok, ebben nem tudok turbót tenni. Jó, mondjuk alapból rohadt gyors kocsi volt. Valószínűleg azért. De azért örültem volna, hogy ezt még jobban följebb lehetne húzni, de hát mindegy. Akkor ez van. Na jó van, srácok. Akkor exit. Nézzük a kocsit. És pont este van, jól fog látszódni a neon. Azt a jó eget, gyerekek. Azt a jó eget. Gyönyörű autó. Nagyon szép. Nagyon szép. A sessionben nincs senki. Szerencsére nem kell most attól félnem, hogy szétrombolják. Viszont mindenképpen sessiont kell váltanom ugyebár ahhoz, hogy versenykörülmények között ki tudjam tesztelni a kocsit, és tudjak csinálni versenyt, és meg tudjam hívni a sessionben lévőket. Hú, gyerekek. Jó, nem érdekel. Hagyjál békén. Hú, srácok, ez a kocsi, ez brutál jól néz ki. Ez brutál jól néz ki. Oké, hát turbót nem tudtam ugye beletenni, de így is baromi gyors. Hú, srácok. Ezzel versenyezni, ezzel valami elképesztő jó lesz. Na jó, akkor most szurkolnom kell, hogy ilyen késő esti órán találjak versenyt is, ahol ezt egy custom matchbe fel tudom tesztelni. Nem kéne széttörni, Csabinyo. Nem kéne széttörni. Ez nagyon megy, gyerekek. Jesus! Ez nagyon, de nagyon, de nagyon, de nagyon, de nagyon megy. Picit odalépek.
anyád, szemét, a vadiú kocsim. Picikét odalépek neki, srácok, és ez úgy megy, mint a golyó. Elképesztő. Nagy egyenesebb szakaszon nézzük csak meg. És remélem, hogy semmi se fog elém jönni. Gyerekek. Ez nagyon megy. Fék! Oh, megúsztam. Hú, az országúti, srácok, ez aztán világít. Oh my god, bevilágít mindent. Nagyon komoly. Nézzük csak. Ugye a sima fényszóró. Azt a jó meg egy gyerekek. Ez úgy vakít, mint az állat. Nagyon szép kocsi vagy. Nagyon tetszik. Srácok, ez a kocsi nem most egy baromi jó vétel volt. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy versenyek alatt hogy fog teljesíteni. Na srácok, hát ez egy nem túl nagy férőhelyes verseny. Előbb mentem egy motoros versenyt, és hát reménykedtem benne, hogy mi többiek, aztán majd szépen menjünk egy másik verseny, de mindenki kilépett, úgyhogy megint egyedül vagyok, de remélem, hogy most már azért lesz itt valami versenytársam is. Na nézzük, a ketchup az nem kell. Ó, már is jön valaki, aki le is lépett. De jó. Szóval, eddig ez jó, nyilván clear, tehát most nem akarok esőbe menni, annak ellenére, hogy szeretem. És a verseny nagyon rövid, szóval legyen 4 körös. Jó, igazából már csak egy hely van, de most már az nem lényeges, hogy oké, on call, és akkor joined. Jó, most srácok, ez meg lett. És itt a szép kocsim! Ha, és srácok, nagyon jól néz ki. És fogadok magamra, ahogy szoktam, ugyebár, $1000, ami nem túl sok pénz, de mindegy. Jelképes összeg. Nagyon remélem, hogy nem fognak lögdösődni. Egyébként srácok, ez a kocsi, ez tényleg baromi jól néz ki. Elképesztően szép. Elképesztően jól néz ki. Na, hát akkor nézzük. Úgy gyerekek, ezek nagyon lögdösődnek. A forgalmat én hülye nem kapcsoltam ki, basszus. Nem kapcsoltam ki a forgalmat. Mekkora marha vagyok. Pedig ezt mindenképpen ki kellett volna. Aha, a kocsi kanyarodás az nem az igazi. Az első az nagyon elhúzott. Ajjajjajjajjajj. Srácok. Nem. Egyenes szakaszokon baromi jó lett ez a kocsi, az tény és való. Mert baromi jól gyorsul, nagyon nagy a végsebessége. De a kanyarodás az, mintha nem lenne az igazi, legalábbis ez ilyen hepeúpás aszfalton. Nem teljesen egyenletes a talaj. Oké, utol kéne érni az elsőt. Nem is néztem, hogy az custom-mel megye vagy sem. De a forgalmat igazán kikapcsolhattam volna. Ez nagy hiba volt, hogy ezt bekapcsolva hagytam. Pedig pont én vagyok az, aki utálja a forgalmat és az első között kapcsolja ki ezt a funkciót, vagy opciót. Viszont a csávót kezdem utolérni. Vajon gyorsabb vagyok? Vagy csak balesetezett? 2/4. Azért ő is megy, gyerekek, ő is megy, úgy, mint a golyó. Lehet, hogy egész ugyanilyen kocsia van? Mert akkor most emberemre akadtam, az biztos. Jó, ez most jó volt, az előbbinél mindenképpen jobb kanyar volt. De a forgalmat Csabinyó legközelebb kapcsolt ki a forgalmat. Na se baj, srácok, hogyha ezt ennek vége ennek a versenynek, és tudok menni még egyet, ugyanilyen szuper beállításokkal, akkor nem fogom elfelejteni kikapcsolni a többi kocsit, szóval a forgalmat. Mert ez így nem buli. Szerintem ugyanilyen kocsival megy ő is, mint én. És azért nem tudom utolérni, mert egyébként meg baromi jól megy ez a kocsi. A francba! És itt, gyerekek, elbuktam. Itt elbuktam. Jó, viszont az első már beért, ugye? Úgyhogy ez a verseny, ez már itt ennyi. De majd meglátjuk, hogy lesz a következő. Oké, okay, Lost and Found, na ez egy jó verseny, és ez egy szuper autós verseny. Oké, okay, sport, szuper, tökéletes, noon, időjárás az legyen tiszta, közlekedés legyen kikapcsolva, így van, off, tökéletes, custom on, ez off, a slipstream ok. Oké, okay,
és akkor ez így tökéletes. Ez point to point. Ez nem az a verseny, amire én gondoltam, de mindegy. Na nézzük, srácok, az újabb verseny. Remélem, hogy ezen a pályán már jobban fog teljesíteni, és nem lesz ilyen hepeupás, meg mit tudom én. Majd meglátjuk. Nagyon kíváncsi leszek. Az előbb nem volt egy fényes teljesítményem, ettől függetlenül is, hogy a pálya olyan volt, amilyen ott meg... Mi van? Az egy modder, gyerekek? Jön mögöttem egy ugrató. What? Na, ez remek. Kösz, haver! És kifogtunk egy csaló, gyerekek! Menj már! Gyerekek, mi ez? Takarodjál! Melyik ez? Melyik ez? Oké. Azt nézitek! Az hogy megy? Gyerekek! Ki az első? Az a 202-es szintű. Jól látom? Á, így nem lehet versenyezni. Remek. Itt a cél. Aztán rohadt jó verseny volt tényleg. Na, srácok, újabb verseny. Remélem, hogy most már nem lesz ilyen gyökér, rohadék, modder fönt, amilyen volt. Mert ez így nagyon nem buli, és akkor my friend. És ez egy sokkal több férőhelyes játék. Oké. Minek, amíg fönn van, játszik. Oké, akkor őt meg, sikerült meghívni. És csatlakozik is. Nagyon király. Na nézzük ezt a pályát. Na nézzük. Rosszul rajtoltam. Nagyon rosszul rajtoltam. Ne próbálj kilökni. Szemétláda. Próbálj kilökni a lila. Oké. Ez így megint jó kis verseny lesz. Hát srácok, lehet, hogy be kellett volna kapcsolnom ezt a izét. Ezt a dolgot, hogy ugye ne tudjuk egymást kilökni. Most nem jut eszembe a neve hirtelen. Non-contact. Igen. Mert ez így nem nagyon buli. És ez a lila volt, amelyik próbált engem kilökni, úgyhogy megpróbálom kilökni őt. Én is. Hát ne hagyd már. Ez most direkt csinálja? Ki vezet? Milánka vezet? Nem mondod. Pedig neki nincs custom autója, ilyen szuper kategóriában. Viszont van szélárnyék, az egy nagyon jó dolog. Igen. Oké. 2x4. Mi van? Többiek így lemaradtak? De legalább ő nem próbál meg majd kilökni engem. Ennyiből jó. Oké, okay. Srácok, eddig ez a kocsi igazából nem rossz, bár valahogy nekem... Hova tűn mindenki? What? Kicsúszott? Vagy mi? Na, szóval, hogy nekem gyorsabbnak tűnt a közúti forgalomba, úgy az utcákon. Így verseny körülmények között valahogy nem annyira meggyőző, mint én számítottam rá. Nem rossz, tehát semmiképpen nem rossz, tehát nagyon jól megy, meg nagyon jól kanyarodik, meg minden. Itt van előttem az, amelyik megpróbált kilökni, szóval most erre vigyáznom kell, mert a kilök, akkor ez a második human fur meg fog előzni. Hoppá, komám, azt elkúrtad? Így jártál. Meg is érdemelted. Ő az utolsó, nem? Nem hiszem a nevét, na mindegy. Viszont vajon melyik lesz az, amelyik meg fog fordulni a pályán? Azért, hogy megpróbálja az elsőt, azaz engem kilökni, mert ugye ezen a pályán rendszeresen megjátszák ezt a sportszerűtlen játékosok, de itt a vége, úgyhogy már nem lesz ilyen. És itt van Milánka. Szerintem neki is már utolsó kanyara ez, és aztán véget ér a móka mára, így van, és ott megy a lila. Oké. Úgy látszik, akkor a lila az nem bírta ki. Hát az ember ez egy nagy gyökér, azt kell mondjam. Viszont első hely, srácok. Igazából nem volt ez egy rossz verseny, picit rövid volt, mehetett volna még hosszabban a dolog, de volt ugye az előző verseny, meg volt ez a verseny, szóval igazából ez a kettő alapján azt mondom nektek, hogy ez nem egy rossz kocsi, szerintem megéri megvenni, bár igaz, nagyon drága, szóval tényleg csak annak éri megvenni, akinek van rá pénze, elég, akár még marad is, mert egyébként meg úgy önmagában azért erre spórolni szerintem azért talán nem annyira éri meg, viszont nem volt ez egy rossz kocsi.
Na srácok, hát ennyi volt ez a kis tuningolós videó, nagyon remélem, hogy nektek is tetszett ez a kocsi, és egyébként így baromi jól néz ki, hogy a sötétben, mint hogyha világítanának ezek a felnik mögötti díszítések, ezek a piros nem tudom micsodák, szóval baromi jól néz ki. Na jó van srácok, hát ha tetszett a videó, akkor mindenképpen lájkoljátok, a kommentbe írjátok le a videóról, illetve a kocsiról a véleményeteket, és hogyha feliratkoztak a csatornámra, az külön köszönöm. További szép napot nektek, sziasztok!